nagykereskedők, akik elvileg a saját láncaikat kedvezményesebben látták el most, mint más patikákat. Ez elképzelhető, ezt nem tagadom, hogy ilyen lehetséges, és valószínűleg elő is fordult. De a dolog hogyan fog megváltozni? Ennek a tartalmát nem látom, és ezért vannak kétségeink, hogy hogyan változtatható meg ez a gyakorlat, amiben kétségtelenül lehet lehetséges fantázia, bár nem látom, hogy mitől lesz több kispatika. Következő felszólaló 2 percben Hencs Tamás, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Picit érjünk már vissza erre a patika dologra, mert úgy tűnik, hogy milyen láncellenesek vagyunk. Hát a rabláncot nem szeretjük, de amúgy nem a láncok ellen, hanem a kispatikát ér szól, reméljük még nem a harang. Tehát világosan kéne azt látni, hogy az a tevékenység, ami az elmúlt most már 4. évben zajlik, az egyértelművé tette a kormányzat számára és a patikus társadalom számára is, hogy a kispatikák megszűnésében, kivéreztetésében a létrejött patikaláncok alapvető szerepet játszottak, tehát ha mi és önök is, hiszen ne felejtsük, hogy önök is azért hozták létre 2006-ban ezt a törvényt, hogy a hozzáférés segítsék az esélyegyenlőség nevében, hogyha mi ezt valóban meg akarjuk tenni, akkor a jelenlegi struktúra megállítása, illetve visszafordítása az alapvető feladatunk. És hogy ez mennyire így van, higgy el, hogy azok a kispatikák, amelyeknek a száma az elmúlt évben még 1650 volt, ezek közül az elmúlt évben 85 szűnt meg, bevétel csökkenésük 25,8 milliárd forint volt, egyéb árbevételük közel 1 milliárddal csökkent, az ár és tömegük változása 7 milliárd forint mínuszban természetesen, személyi jellegű ráfordításaik 3 milliárd forinttal csökkentek. Tehát egyértelműen látható, hogy azok a patikák, amelyek ott a vidéken, ott a egyébként nagyon sok millió embert érintő helyen. Tehát én is nagyon örülök annak, hogyha valaki kap a 3 receptje mellé még egy mosóport. Rendkívül kellemes, hogyha kap egy ingyen olvasnivalót is, megismerik a vérnyomását. De ez a kisebbség. A nagy többség igenis kisvárosokban, kistelepülésen, falvakban lakik, tehát a többségi érdek is azt kívánja, hogy ezeket az embereket helyzetbe hozzuk, és ennek egyetlen módja magyar patikus társadalom támogatása, és ezzel ez a törvény jó alapot biztosít. Köszönöm. Reagálása következik, Kis Sándor, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem akartam volna már 2 perces nyomni, de Kovács Tibor képviselőtársam zseniális ötlete világosított fel arra, hogy valamire nem figyeltem a módosító javaslatok kapcsán. Ugye ő felhívta a figyelmet arra, hogy zsebszerződések jöhetnek majd létre, hogy a patikusnak 50%-a tulajdonrésze. Valóban erre nem gondoltam. Tehát úgy gondolom, hogy a patikusnak 100%-ban tulajdonosának kell lenni. Amennyiben ezt ugye az előírt a törvénymódosításban előírt határidőig ugye nem lehet megoldani, mindenképpen, ha még lehetőségen nyílna egy olyan módosító javaslatra, hogy meghosszabbított 3 évvel a patikus tulajdonjoga 100% legyen. Nem tudom, lesz-e még erre idő ennek a módosító javaslat benyújtására. Tehát nagyon jó volt ez a meglátás a Kovács Tibor képviselőtársamtól, hogy nem 50%-ban kell, mert valóban zsebszerződések jöhetnek létre, hanem 100%-ban kell, hogy tulajdonossal legyen a patikus a patikának, hogy felelősségre lehessen vonni, hogy amennyiben nem etikusan dolgozik, a szakmának nem megfelelően dolgozik, akkor igenis veszítse el az egzisztenciáját. Tehát mindenképpen köszönöm ezt a figyelemfelhívást. Köszönöm. 2 perces felszólalása következik, Szilágyi László, az LMP képviselője. Köszönöm szépen, én végig azt éreztem a felkészülés alatt, és itt is azt érzem, hogy ugye 3 dolog keveredik, a tulajdonlás, a menedzsment és a szakmai vezetés. Tehát, hogyha megfelelő garanciákat tudnánk arra teremteni, hogy valóban ne lehessen szakmai döntésében felülbírálni a patikust, hiszen ez a mi érdekünk, hogy mi jó gyógyszert kapjunk, és jó anyagokat kapjunk a betegségünkre és az egyéb kínjainkra, akkor szerintem nagyon sokat tettünk már is. Tudom, hogy ez nagyon nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy túlzás egy kicsit, hogy mind a 3 fronton előtérbe akarjuk helyezni a patikust. Ezt említettem, hogy
hogy ők másfajta képzést kapnak. Nem, nincsenek felkészítve menedzseri tulajdonságokkal. Ez megtanulható természetesen, de elsősorban az lenne a fontos, és erre kellene szerintem mindannyiunknak figyelni, hogy a szakmai irányítása jó legyen ezeknek a patikáknak, és ne lehessen üzleti és egyéb szempontokkal ezeket felülvizsgálni. Én azt gondolom, hogy ezen a nyomon kellene tovább haladnunk. Köszönöm szépen. Megadom a szót szintén két percben Garai István Leventének, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Lesz 15 percem is, ahol majd kollégák látják, hogy orvosi megközelítésben sok szempontból ki fogok állni a kispatikák mellett, mert gyakorló orvosként látom ennek a jelentőségét. Sőt, mi több ezzel kapcsolatban, még a korbásrendeletnek az egyik nagy ellenzője voltam annak idején, ebből írtam egy diplomamunkát. És éppen ezért ezeket a különböző táblázatokkal úgy többé-kevésbé tisztában vagyok. Sőt, mi több elolvastam az egész törvényjavaslatot, még a részletes indoklást is. Úgyhogy egyetlen egy mondatot engedjenek meg, hogy idézzek belőle, és nem akarok senkit megbántani, mert az alap problémát ettől függetlenül érzem, értékelem, és ennek megfelelően fogok majd hát későbbiekben is politizálni. De itt van egy mondat, részletes indoklás törvényjavaslatból. 65. paragrafushoz, 75. oldalon, a statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokból megállapítható, hogy a lakosság gyógyszertárhoz való hozzájutása elsősorban a nagyvárosokban lett könnyebb, a kis települések gyógyszerellátása lényegében nem változott. Puff. Államtitkár úr rázza a fejét, látom, de bocsánat, ez itt van benne. Tehát ez egy lapszus, vagy nem tudom, hogy mit mondjak rá. Tehát kedves képviselőtársaim, ismertek annyira, hogy a kritikai elemeket el szoktam viselni, sőt, mi több magamra is veszem, és majd lesz ilyen önkritikai elem a későbbiekben. De hát most azért nagyon keményen kaptunk itt, de hogyha ez itt igaz, akkor kicsit szoftosabban. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most visszatérünk az előre bejelentett felszólalók köréhez. Elsőként megadom a szót Puskás Tivadarnak, a KDNP képviselőjének, 15 perces időkeretben. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, három megállapítást szeretnék mondani. Az egyik, az egészség a nemzeti együttműködés rendszerének egyik szilárd pillére. Hallottuk ma már. A következő, ezt is félig meddig hallottuk, hogy a saláta törvény az soha nem a jogalkotásnak a gyönyöre. Mindig valamiféle szükség hozza létre, és soha nem gyönyörű jogi alkotásokat tisztelhetünk benne. Ez a törvény, és ilyen nyilvánvalóan valamiféle kényszer hozta létre. A harmadik megállapítás, ez itt a vezérszónoklatok, illetve az itteni felszólalások után jutott eszembe, miszerint vádolják itt a kormányt, vádolják az egészségügy irányítását azzal, hogy rögtön nem alakította azonnal át az egészségügyet. Egy dolgot felejtünk el, az pedig a következő. Ülünk egy rohanó vonaton, és ezen a rohanó vonaton próbálunk meg mozdonyt cserélni, vagy legalábbis a mozdonynak a hajtóművét kicserélni, ugyanis a rohanó vonat az egészségügy rendszere. A beteg tegnap is, meg tegnap előtt is, meg holnap is beteg lesz, az egészségügyi ellátásra szorul. Tehát mindenképpen úgy kell átalakítani ezt a rendszert, hogy közben működőképes maradjon. Miről volt szó? Arról volt szó, hogy az idei esztendőnek a feladata a működőképesség biztosítása. Arról is volt szó, hogy arról is volt szó, hogy bizony
kevés volt az a beavatkozás, és azonnali, nagyszerű dolgokat vártak MSZP-s képviselőtársaink. Hát én úgy gondolom, hogy a minimum rendelet megszüntetése, például az egészségügy tovább menetelének a feltétele volt és biztosította. A gyógyászati segédeszköz beszerzésnek a nehézségeit a kormányrendelettel sikerült megszüntetni. Én azt hiszem, hogy olyat várunk a mostani törvénytől, amely ezen a rohanó vonaton a mozdony kicserélését lehetetlenné tenni abban az esetben, ha megállítanánk. Ha megállítanánk, a mozdony cserélhetnénk, csak a betegek ellátása nem folytatódhatna. Mire van szükség? Tökéletesen egyetértünk. Együttműködésre van szükség, és hosszú távú tervekre. Igen, mentésre van szükség. Ugye a mentésben is úgy működik ez az egész dolog, hogy először diagnózist kell felállítani, hát itt tartunk most, aztán a terápiát meghatározni, és a terápia meghatározása után úgy kell ezt végrehajtani, hogy bizony életben maradjon még a beteg. A mostani törvény, ami mondom, nyilván nem a jogalkotás csúcsa, de hát egy szükségeltető szabálymódosítást tartalmaz. 12 törvénynek az ilyen-olyan részeinek a módosítását hivatott befolyásolni. Hogyha valamiféle ívet próbálnánk ebbe összeszedni, nyilván nem tudnánk, de nagy csoportokat próbálunk találni ebben. Az egészségügyi struktúrát, az egészségbiztosítást, az emberi erőforrást, az egészségügy szerepének meghatározását, fogyatékkal élők helyzetének javítását, illetve a gyógyszergazdálkodást befolyásoló törvényeknek a kiigazításáról, átalakításáról van szó. Az egészségügyi ellátás struktúrájával kapcsolatban foglalkozik az alapellátás kérdésével. Az alapellátásban azt mondja, hogy három dolgot erősít, illetve három dologban veszi figyelembe az alapellátásnak a teljesítményét. Egyszer a többletmunkát értékeli, nagyon lényeges, hogy a szűréseket külön jutalmazza, és azt is igyekszik megtenni, bár nem a Korbács rendelet formájában, hogy a különböző áru azonos hatóanyagok különböző áru gyógyszereknél az olcsóbbat preferálja. Mi várható, vagy mit szeretnénk ebből az egészből? Azt szeretnénk, hogy a szűréseknek a preferálásával a népegészségügyi folyamatokat megfordítsuk, magyarul az emlőrák, ményakrák, vastagbélrák előfordulása, halálozása csökkenjen. A kórházakkal kapcsolatban a súlyponti kórház, mint fogalom megszűnik. Soha nem definiálták a dolgot, most akkor meg ne is használjuk, mert hát értelme nem sok van. Annak viszont jelentősége van, hogyha a kapacitások átalakítására, illetve a kapacitásoknak a belső átalakítására lehetőséget nyújtunk a törvényben, a fenntartó, az általa fenntartott intézetekben a kapacitások átalakítására hivatott lesz ezután. Az egészségbiztosítással kapcsolatban annyit említenék csak meg, hogy növeli az egészség,